Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit, nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videómban pedig egy összeállítást hoztam el nektek, amelynek az a címe, hogy mégis miért fogta meg azt a pókot. Hát ez bizony egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ki az az elvetemült állat, aki képes ilyenekre? Bár tudom, hogy nagyon sokan szeretik a pókokat, de ismertek, én személy szerint ki vagyok tőlük, és legszívesebben az összestől nagyon, de nagyon messze tartózkodnék, de azért lemerem ütni őket, hogyha nagyon muszáj, de bőven benne van, hogy ebben a videóban majd folyamatosan félig csukva lesz a szemem, ugyanis ki tudja, hogy mégis mik lesznek itt. Egy jó tanács mindenkinek, szerintem ne nagyon egyetek most, és hogyha már a jó tanácsoknál tartunk, mindenki lájkolja be ezt a videót, aki nem szeretne, hogy az éjszaka közepén egy brutálisan nagy pók az arcára másszon. És hogyha már megvoltak hatalmas nagy promóim, bele is kezdhetünk. Kérlek, mondjátok nekem, hogy az ott igazából csak egy játékpók, és nem igazi. Hát konkrétan az nagyobb, mint a fejem. A most következő videónkban olyan klippek lesznek, amelyektől bizony le fog esni az állunk. Mennyire durva már! Szinte majdnem olyan volt, mintha egy labda pattogna, ugyanis úgy volt festve az a cucc. Aha! Hol máshol is lenne, hogyha nem Ausztráliában? Hát az a pók bizony. Nagyon, de nagyon nem játékpók. És az a legszebb az egészben, hogy ott ezek természetes dolgok. És mindennapos, hogy a házadról a fejednél nagyobb pókokat szedsz le. De vágod? Annyira ügyes volt, hogy nyitva hagyta az ajtót. Hát mi lett volna akkor, hogyha a házadba megy be? Miért hagyta nyitva az ajtót? De hát szerencsére visszafordult. És milyen stílusos mozdulattal. Arrébb lökte. Na de remélhetőleg több pók nem lesz már ebben a videóban. Mégis mit érzett az a kutya? Annyira gyorsan történik itt minden, és olyan nehéz lereagálni ezeket, hogy nem elég, hogy te egy kerekezel ott, hanem ráadásul szlalomozol az emberek között körben. Na erre mennyi esély van, hogy bemenjen? Kíváncsi vagyok, hogy hány napig videózták folyamatosan, hogy egyszer összejöjjön. Na ez a srác nem szórakozik. Ő konkrétan minden rekordot, amit csak lehet, megdönt. Nemrégiben láttam egyébként egy ilyen lebuktató videót, hogy elvileg nagyon sok ilyen trükkös csatorna azt csinálja, hogy zöld hátteres emberek fogják meg mondjuk a dárcot, és ők viszik el a célba, meg ilyenek. Kíváncsi lennék, hogy ezek közül mennyi kamu és mennyi igaz, de szerintem ezek biztos, hogy igazak. Csupán rengetegszer megpróbálja, addig, ameddig nem sikerül. Ja, hogy nem elég, hogy egy kosár lesz, hanem egyszerűen már kettő. Ezeket nem tudod zöld háttérrel megfékelni, az is biztos. Meg nem is szerkesztve vannak. Ezek teljesen igaziak lehetnek, mert megint a pókok, persze. Ne csináld! Hát hogy elkapta? Ez a pillanat után én biztos vagyok benne, hogy bizony a macska viseli a nadrágot otthon. Az is ott egy igazi pók volt? És hogy veszed észre? Gondolj bele, hogy így random lefekszel a földre, csillezel meg minden, erre pedig észreveszed, hogy valami ott van. És hogy örül a fejének, hogy elkapta? Nagy szerencsét, hogy belefért abba lábosba. Na ez mennyire gizdán néz ki. És már ki is számlázzák neki a 150 ezer forintot, ezért a kis csokiért, tudjátok. De bárhogy nézem, minden egyes forintot megért, most ne mondjátok, hogy nem. Mégis, mire készülnek
ezek a tűzoltók? Ez valami gyakorlat? Vagy bevett módszer, hogyha elszabadul a tömlő, akkor ezt kell csinálni? És mászni? Kérlek, mondjátok, hogy itt nem lesz... Még egy pók! Jaj, de kis aranyosak! Na ez így már sokkal, de sokkal jobban tetszik nekem, mint az előzőek. Én még megvagyok, hogy hol volt a labda. Fú, de megvagyok! Még mindig? Elvesztem. Nagyon elvesztem. Jól van már, ez lehetetlen. Ott lesz. Betippeltem csak. Hát, ez volt a baj, hogy csak betippeltem. Hoppá, hoppá, hogy pörgetik a röplabdát. Micsoda mentés volt az. Tuti, hogy ő lesz a meccsnek az MVP-je. Ja, hogy ezután pedig a csapattársa bead egy ilyet, és sikeresen visszahozzák ezt a labdát. Na jó, van ilyen! Hát hogy építették ezt ki? És meddig tarthatott? Először azt hittem, hogy egy lépcső lefagyva is, mert mondani is akartam neki, hogy haver, nehogy elcsúsz. Közben pedig ez a lényege. Gondoljatok bele, hogy mennyire kellemes lehet ez, hogyha egy olyan nadrágban csúszol le, ami nagyon, de nagyon nem meleg és teljesen átászik. Pedig mennyire jó is lehetett volna ez, de hát az utolsó csávó egy kicsikét elrontotta és nem volt helyén a reflexe. Ez még... Most konkrétan arra megy, hogy folyamatosan... Nagyon, de nagyon rossz helyeken találja el az a labda. Azt hittem már, hogy legelőször is pontot találta el. Mit csinál szabadidődben? Videózom magamat, ahogy labdázok, és arra megyek, hogy a labda összetörje a mogyoróimat. Hát nincs ennél egyszerűen jobb hobbi. Persze. Hát ilyen kocsán mentünk át a kocsimmal az egyik videómban. A nosztalgia. Az a madárka bizony nagyon, de nagyon féltékeny volt, hogy azt a műanyag kacsát simogatják, nem pedig őt. Ne! Mi? Hogy mindkettő válasz helytelen volt, miközben csak kettő válasz volt? Na ezt magyarázza meg nekem valaki. Hát konkrétan meg van bundázva az egész. És Csala tanár nem akarja, hogy a diákjai pontokat gyűjtsenek. Legelőször amúgy arra gondoltam, hogy a legeslegokosabb osztálytársa ül ott, és pont azt fogja választani, amit ő, de ahogy ráment az ellentétére, már egyből arra következtettem, hogy tudja, hogy a legsötétebb, és így kijátsza a rendszert. Na oda! Mennyi esély van, hogy betaláljál? Heteken keresztül folyamatosan próbálkozott, és a végén csak sikerült, hogyha kitartó vagy, és belerakod az energiát meg a munkát, akkor bizony meg lesz az eredménye. Mennyire jól néz már ki ez? Ti is megtaláltátok a nem odaillő láncszemet. Mennyire kis édes, hogy beolvadt a környezetbe. Ő konkrétan Luffy barak Luffykat. Na ő pedig mégis mire készül, és miért él már 3022-ben? Konkrétan még aki szerkezetének lámpája is van, de nem az a mögötte lévő kocsi lehet, és hogy megindult vele? Hát rendes, gyorsan megy! Zseniális. Ő bizony egy feltaláló. Az is biztos. Na, sikerül vajon végig kosarat dobnia a srácnak? Legyen meg az összes, kérlek szépen! Azaz! Már csak nincsen sok, az is kosár, és az lesz az utolsó! Ott is van! Büszke vagyok rád! Gondoljatok be, hogy békésen nyaralgattok, majd pedig erre lesztek figyelmesek. Hát invázió van itt.
mennyire gizdán néz ki. És milyen közel repült hozzá az a repülő. Kajakra olyan, minthogyha egy videójátékban lennénk. Közben pedig ez a valóság. És pont naplemente is. Van meg minden. Na ez hogyan történt? Valami deszkán állhattak talán, ami félig el volt már süllyedve? Mennyire, de mennyire vagányak. És tudjátok, így mennének csajozni a túlparton. Már várnak rájuk. A nősti... Nyek! Hát ő bizony fel van készülve! És ütőképes! Mit rejtegethet a szekrényében, hogy ennyi zárat rakott rá? Ő pedig bemutatja a kutyáját a szomszéd macskájának, na vajon összebarátkoznak? Mennyire édesek! Hát rendes! Mintha élveznék egymás társaságát! Szerintem a kutya még szívesen visszament volna. Nem mondjátok nekem, hogy így csinálják a tortákat. Tudja, hogy nem. Vagy de. De végül is, miért lennének annyira pontosak? De szerintem a legtöbb tortát nem így csinálják. De mennyire megnyugtató már ez? Meg mennyire jól néz ki? Na ő... Mégis... Mit csinál? Baromira szereti a vonatokat. A mozdonyvezető meg gondolom, hogy csak jó fej akart lenni, és azért dudált rá. Konkrétan senki nem találja el? Hát de mérjétek már be, és célozzatok rendesen. Ja, és gondolom, hogy az a csapat nyer, aki hamarabb beüti, hát azért a balos csapat már alakul nem is kicsit. De mennyiszer félreütnek? De lehet, hogy van valami titkos játékszabály, hogy nem szabad így kimérni meg kicentizni, hanem csak így érzéssel kell ütni rá. Milyen kis pici aligátor! Nem látott még aligátort ennyire boldognak. Most konkrétan fogkefével elkezdte tisztítani. Annyira édes! És tudjátok, pár hónap, és már simán le tudná harapni a kezedet. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videónk. Remélem, hogy párszor nektek is leesett az állatok. Hogyha igen, és tetszett nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt. Oda is mindenféleképpen iratkozzatok fel. Hogyha pedig még esetleg nem nyomtátok volna be a csengőt, akkor kérlek tegyétek meg. Ugyanis akkor nem fogtok lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretnétek lemaradni semmiről sem, akkor gyertek vissza minden nap ide a csatornámra. Énelek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!